Másodszor készülődik találkozásra a sportmarketing szakma, a formabontó agytágítás témája ezúttal a sportszervezetek és sportban érdekelt márkák PR tevékenység és a márkaépítési stratégiák. Most akkor hagyjuk kibontakozni a vendégelőadót, az egyiket, Bütz Krisztián Red Bull, a marketing trendek és műhelytitkok már is remélem. Szia, jó reggelt kívánok. Szép jó reggelt! Mennyire speciális marketing terület a sportmarketing? Tehát ha azt mondjuk, hogy marketing, vagy azt mondjuk, hogy sportmarketing, akkor, a mik a leginkább megkülönböző? jelek, jegyek? Én azt gondolom, hogy a sportmarketing eleve egy elég nehéz terület. Tehát a Red Bull esetében ez még inkább igaz, hiszen mi globálisan gondolkodunk, és nem csak a magyar piac igényeit vesszük figyelembe, hanem, hanem a Red Bull 160 országban jelen van, mind a 160 ország igényét figyelembe kell venni. Például, ha van egy jó sportolónk, az nem elég, hogy a magyar szinten nagyon jó sportoló, hanem globális szinten, nemzetközi szinten is az élvonalban kell lennie. Tehát ebben a szempontból a mi esetünkben ez egy még nagyobb kihívással teli feladat, hogy olyan sportolókat, találjunk olyan sportágakat, ahol, ahol tényleg sikeresek tudunk lenni nemzetközi szinten is. De azt gondolom, hogy, hogy ez egy hosszú távú együttműködésnek kell lennie, mindenféle sportmarketing együttműködésnek, vagy amikor investálunk a sportba. És, és, éppen ezért mi gyakran próbálunk feltörekvő fiatalokat találni, és ez néha, néha rizikós, hiszen nem mindig tudjuk pontosan, hogy belül ebbe a sportolóból például hosszabb távon tényleg egy világklassz is lesz, vagy de sem. De szabad kockáztatni, nem? Természetesen, tehát a központok abszolút támogatja ezt a kockázatvállalást, de nyilván nem, nem eszetlenül. Tehát a kockázatvállalásnak is azért vannak olyan feltételei, körbejárjuk alaposan, feltérképezzük az egyes sportágakat, megnézzük, hogy kik a feltörekvő fiatalok, beszélünk a sporták szakértőivel, tehát azért úgy gondolom, hogy ez a rizikó egész jól csökkenthető, de természetesen nincs, nincs százszerékos döntés. Na most azt mondanak, hogy, hogy a hagyományos reklámozásnak, hogyha végnézzük a piacot, hogy hogy alakul a világ, akkor mondhatjuk, hogy nagyjából vége is befelegzett, tehát hogy most már sokkal rafináltabb módszerekre, meg inkább a pr van szükség, meg az internet annyira uh -huh. elterjedt és annyira lényeges kommunikációs csatorna, hogy ami régen volt, azt úgy nagyjából redőny. É, részben ezzel egyetértek egyébként, illetve azt gondolom, hogy át kell át kell értékelnünk bizonyos dolgokat és bizonyos eszközök működését. Tehát az, hogy a fogyasztók rendkívül módon kapcsolatba kerültek -e egymással, és gondolod, ha akarsz bármilyen terméket venni, nem a gyártói hivatalos nézed meg, hanem megnézed a review-kat, vagy bármilyen dolgokat, a véleményeket a fogyasztókról. Tehát a cégek nagyon átláthatóvá váltak a mai korban. Az, hogy mit tesznek, nagyon hamar kiderül, hogy valami, valami rosszat teszel. Tehát uh, simlizni nem lehet. nem lehet. Éppen ezért a hitelesség értékelődött fel, inkább azt gondolom. Tehát az, hogy olyan termékeket és olyan szolgáltatásokat kell nyújtani, ami, ami, ténylegesen működik, és ténylegesen van mögötte tartalom, és van mögötte teljesítmény. Na most így, tehát jól mondtad, hogy simlizni nem lehet, ennek megfelelően inkább egy kapcsolattípusú marketingben kell gondolkodni, ahol, ahol egy párbeszéd van a fogyasztóval, és ez, ez a sportmarketingre is igaz, tehát mi, mi nem annyira szpo szponzorálni szeretünk, hanem mondjuk együtt nőni a sportolóval, tehát mi egyben a sportmenedzsment nálunk kiterjed a teljesítménymenedzsmentre, a sportolónak a marketingelésére, az, hogy, hogy próbáljuk tényleg szakmailag is fejleszteni őt és hozzásegíteni olyan lehetőségekhez, akár külföldön, akár Magyarországon, amit mondjuk ön nem tudna megtenni. Figyelj, ha százalékosan megnézzük, akkor a pénzhez képest, a kreativitásnak ebben a munkában ma a sportmarketingben mekkora szerepe van? Én hát, azt mondom, hogy mi esetünkben mennyi szerepe van. Hát de nézzél azért, nézz el azért, körül az egész. Uh, az, ne, ne hát, én sem. azt gondolom, hogy. Olyan figyel hogy most. Hát ugyan, ugye. Prób Próbálom sok Próbálunk mi azért sok sportággal együttműködni, de nagyon sok sportág inkább inkább a pénzre hajlott. Abszolút érthető el, hogy a mai a sport magyar helyzetét figyelme véve, tényleg nagyon sok pénzre van szükség viszont. Nyilván értékelni kell, hogy az a befektetés, amit tudnunk, azt tudunk tenni, az hogy tud megtérülni. Mi inkább, mint említem, hozzá, említettem, hosszú távon gondolkodunk, és kreatív ötletekben, ami tényleg van hatása, és ami esetleg föl tudja, ki tud rángatni egyes sportolókat, sportágakat, abból a ismeretlenségből, vagy mondjuk abból a réteg szerepből, amiben vannak. És ez például egy nagyon jó... Csinálunk úgynevezett atléta projekteket, amik ugye kifejezetten egy sportolóra vonatkoznak vagy olyan rendezvényeket, az a sportolókat tudjuk megfelelően aktiválni, pont azért, hogy, hogy szélesebb körben is érdeklődés, érdeklődésre szert Szóval hogy a másik, és ez is érdekes kérdés, hogy ma már lehet, hogy valaki jó sportoló, hatalmas eredményei vannak, mm -hmm. de hogyha bizonyos hogy személyiségjegyek hiányoznak belőle, mufurc, meg elzárkózó, akkor, akkor lehet, hogy az ő menedzsere is azt fogja neki mondani, hogy nem tudok vele mit kezdeni, nem? Egy szinten túl. Oké, okay, hát te fogod megnyerni a versenyt, de. Nekünk is, a mi portfóliónkban is vannak olyan sportolók, akikkel kicsit nehezebb ezen a téren együttműködni, mert mondjuk nem szeretik annyira a fény, nem szeretnek annyira szerepelni. Viszont vannak sportok, akik tényleg így, sőt, jönnek, hoznak ötleteket, proaktívak, oda jönnek hozzánk, és mondják, hogy most ezt a megelnést hoztam, nézd meg, itt voltam interjú, nézd meg, itt adtam. Már egy... úgy kell visszafognod, ne, hogy a ipari igen, igen, is tehát, út adjon az utcán, nem? Aha. Tehát ebből a szempontból nagyon változó, hogy milyenek a sportok, sajnos megerőszakolni, meg, hát nem is kell őket, mert pont a személyiség miatt valaki szimpatikus, és a személy, alapvető személyiség miatt dolgozunk együtt valakivel, hogyha az nyerő számunkra. Na most most nem rólad lesz szó, de például ott lesz az előadók között a Videoton futballcsapatának uh -huh. marketing vezetője. Na most például ez egy érdekes kérdés, hogy, hogy, hogy hol ér véget a, a betett pénznek a szerepe. Mondjuk veszük a Videotont, ami uh -huh. most egy magyar bajnok csapat. Mondjuk, hogyha ha ebből a csapatból a legnépszerűbb magyar futballklubot akarná valaki faragni, azt mondaná, uh hogy -huh. ez lesz a legnépszerűbb, ami mondjuk száz éve a fradi. Na hát ez, 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 egy, ez egy mekkora, milyen horderű vállalkozás? <laughs> hát ugye a Red Bullnak is van több foci csapata, tehát abszolút mondjuk nemzetközi szinten nem Magyarországon. De hát látható, hogy ez egy eléggé. Nem, nem voltunk addig olyan sikeresek, mint a forma egy területén, ahol öt év alatt sikerült nyertes csapatot faragni. A foci területe azt szerintem úgy tűnik, hogy egy kicsit nehezebb. Igen, hmm. tehát ugye van Brazíliában is foci csapatunk, Németországban is, Ausztriában is. Csalusztriában valahogy nem sikerül egyébként annak ellenére, hogy elég pénzt teszünk mögé, és tényleg nagyon jó edzőkkel dolgozunk együtt, valahogy nem sikerül kitörni, ugye a BL szint lenne az, ahol szeretnénk az osztrák csapatot fel, a Red Bull Salzburgot feljutatni, de nem megy. Tehát azt gondolom, hogy ez a foci az egy rendkívül időigényes és rendkívül hát pénzigényes terület is. Valószínűleg itt az utánpótlás az első kérdés. Mi nagyon sokat fordítunk az utánpótlásra, főleg Brazíliában, az utánpótlás nevelésre. Én azt gondolom, hogy ez a kulcs, főleg a foci területén, de ez minden sportágra igaz. Egyéb iránt, ha már csapatról beszéltünk, akkor a csapat és a csapatjáték az mindig nehezebb, mint a, az egyéniség, az egyéni versenyző? Én azt gondolom, Több igen. Lenne a, lenne a, a bizonytalanság, nem? Igen, a Red Bull mindig is mi mindig is egyéni sportolókat kezdtünk együttműködni, és az utóbbi pár évben majd csapatsportága felé nyitottunk. Nálunk nagyon fontos a személyiség, ahogy beszéltünk is erről, hogy mennyire egyszerű együtt dolgozni valakivel. Most egy, sport, egy csapat esetében, mondjuk vannak 11-en, 11 személyiség, 11 különböző cél, 11 különböző motiváció. Ezt összhangba hozni, egy irányba terelni, az nagyon-nagyon nehéz. Nyilván ki lehet emelni egy-két ember, például a Red Bull ö, ö, New York faci csapatában van Anri, akit ki lehet emelni, mert őt mindenki ismeri, de, de mint csapat egészét mozgatni, ö, azt gondolom, hogy ez egy, ö, ez egy nagyon nagy kihívás. Krisztián, utolsó utáni kérdésem, a magyar sportmarketing szakma, ez, ö, ez jó, erős, jó állapotban van? Vagy van még mit fejlődnie? Én a benchmarkot mindig magasra kell tenni, én azt gondolom, hogy ebből a szempontból az angol száz országok a benchmark, uh -huh. és azt gondolom, hogy bőven van még mit tanulnunk mindannyiunknak. Hát akkor jó tanulás, meg jó munka. Köszönöm szépen, hogy itt Én voltál is köszönöm. El.